Sziasztok, kicsomizók! Mimi vagyok! Nézzétek, milyen szép rózsaszín dobozt kaptam ma! Nézzük is meg, mit rejteget! Így Nil levesszük a tetejét. Egy boríték, kukkancsunk is bele! Szépen megfordítom a borítékot. Így Nil. És kiveszem belőle a kérdést. Mi a terved a hétvégére? Hogy mi a tervem? Pihenni fogok végre egy kicsit. Lefekszem a kanapéra és olvasni fogok. Csendben. Hallottátok? Csendben! Hát persze, Mimi. Hallottuk. Csak egy csomó dolgunk van még. Milyen dolgunk? Miről beszélsz? Először is át kell válogatnunk a ruháinkat, aztán a sminkeket, és végül a könyveket is. Aztán, ha ezen megvagyunk, akkor mindent el kell juttatni a megfelelő helyre. Na pont ettől féltem. De oké, megígértem, szóval csináljuk. Még úgy sem adtam le soha a saját ruhámat egy ruhagyűjtő konténerbe. Legalább ezt is kipróbálom. Na meg végre lesz hely a szekrényemben. Kicsomizók, ti csináltatok már ilyet? Írjátok meg a közösségi fülön. Azta, mennyi sok színes golyó. De vajon mit rejtegethetnek? Aha, látok valamit. Itt, igen, mindjárt meg lesz. Aha, meg is van egy. Ez egy Tolki interaktív hangos könyv. De azért nézzük meg, hogy még találunk-e valamit. Aha, igen. Még egy. Még érzek valamit. Ez az! Szupi! Wasta! Még egy ilyen óriási is van! Hé, golyó! Nyomás kifelé! Na, nézzük! Kezdjük a kicsikkel! Aha, szóval három különböző téma. Mindennapi tennivalók. Földön, vízen, levegőben. És házi állatok. De cukik! Szerintem ezzel fogom kezdeni. Tolki. Több mint 300 szöveganyag és hang. Milyen érdekes. Aha, emlékeztek Albira? Tudjátok, ezekhez a könyvekhez kell egy ilyen toll. Amit egy ilyen szedben találhattok meg. De a legjobb benne, hogy a toll mindegyik további Tolki könyvhöz jó lesz. Ha szeretnétek megismerkedni a többi Tolki könyvvel, érdemes ellátogatni a tolki.hu-ra. Ott tudtok válogatni. Jó kis oldal. És amit érdemes tudni a Tolki könyvekről? Könnyen kezelhetőek, a gyerek önállóan is tudja használni. De nekem ami a legjobban tetszik, hogy mindegyik gyerek a saját képességeinek, érdeklődésének megfelelően a saját tempójában tanulhat. Ez elég menő. A narrátorunk pedig Farkasházi Réka lesz. Őt bírom. Ez a sorozat 2-6 éveseknek ajánlott. Na lássuk! Hú, de jó! Itt a tollunk. Emlékeztek Albira? Őt nagyon bírom. Tök jó minőségű hangja van. És még a hangerőt is lehet szabályozni. Ráadásul mindegyik könyvet felismeri. Akkor kapcsoljuk is be! Köszöntelek a Tolki interaktív hangos könyv olvasói között. A kezdéshez érintsd meg a könyv első oldalán található bekapcsolás ikont. Köszöntünk a Házi Állatok című interaktív hangos könyv olvasói között. Szeretnéd megismerni a képeken ábrázolt állatok és dolgok neveit? Aha, szeretném. Érintsd a tollhegyét ahhoz a képhez, amelyik érdekel. Oké, akkor érintem. Kandúr. Szuka. Kankutya. Kölyök kutya. Kölyök kutya. Ez mindent elmond. Névpilétás nyakör. Mennyire menő már. Csont. Kutyaúr. Tényleg mindent elmond, ami a képen van. Szeretnél többet tudni valamiről?
Igen. Érintsd a tollhegyét ahhoz a képhez, amelyik érdekel. Na mesélj nekem. A felnőtt nőstényeket anyajuknak hívják. A juhokat általában nagy nyájakban legeltetik a szabadban. Ezt tudtam. A pásztorok munkáját kutyák és szamarak segítik. Szamarak is? Azt nem tudtam. A kecskék válogatós állatok. Legszívesebben a mezei virágokat fogyasztják el. Szívesen megeszik a fáját és leveleit is. Sok kecskének van saját kedvencét. Hát igen, mindent megesznek. Biztosra veheted, hogy egyetlen kecske sem fog füvet legelni, amíg bármilyen finomabb dolog akad a közelében. Ez hasznos tudni. Hűha! Szeretnéd meghallgatni valamelyik állat? Igen! Érítsd a képekhez a tollhegyét. Okész! Hú, de röfögnek! Tudják a földet! Anny! Hú, ez meg egy pulyka! De jó volt! Most elindítom neked a kvízjátékot. Kvíz! Azokat szeretem! Jöhet! Válaszképének megérintésével. Keresd meg azt a kis képet, ami tehintejet és sajtot ábrázol. Az ott lesz! Nagyon jó! Keresd jaj, meg, még próbáld meg még érintettem. Egyszer! Keresd meg a díjugrató akadát. Díjugrató? Itt van! Hol van a borjú? Az itt lesz! Nagyon jó! Keresd meg a kancát! A fehér lesz! Nagyon jó! Keresd meg az ekét! Ja, itt van fönt! Kiváló! Minden válaszod helyes volt! Megpróbálhatod ezt a játékot újra, Szupi! Hogy választhatsz egy másikat! Imádom a Tolki könyveket! Olyan mókásak! És egy csomó mindent megtanulhatunk! Na, Kövi, jöhetnek a mindennapi tennivalók. Kapcsoljuk be. Köszöntünk a mindennapi tennivalók interaktív hangos könyvolvasói között. Szeretnéd megismerni a képeken ábrázolt dolgok neveit? Na, nahogy! Érintsd ahhoz a képhez az elektronikus tollhegyét, amelyik érdekel. Rendben. Bobby. Máté. Játékautó. Lámpa. Te ki vagy? Emma. Fogkefe. Mimi. Aj, Mimi. Anya arckréme. Mimi. De mi? Mimi? Akkor jól hallottam. Ugyanaz a nevünk. Szia! Ó, zene is van. Jó reggelt, kejfen, hasadra süt a nap. Nyújtóz, Kövilap. Szeretnéd meghallgatni a képekhez tartozó verseket? Ó, verszek! Na, nahogy! Ahhoz a képhez, amelyik érdekel. Cica mosdás, cica torna. Cica mindig dorombolna. Minden macska fürge, ügyes. Mimi pedig különleges. Na, nahogy mi különlegesek vagyunk. Imádom ezt a könyvet. Játszó. Most elindítom neked a kvízjátékot. Hol van a sajtos kenyér? Aha, ott van. Emma eszi. Nagyszerű. Hol van a báza? Ott. Nagyon jó. Keresd meg a széket. Aha, az itt lesz. Hol van az asztal? Ott. Hát Emma előtt. Nagyon jó. Ez szuper volt. Ügyik vagyunk. Na lássuk. A földön, vízen, levegőben. Gyerünk, Albi! Köszöntünk a Földön, Vízen, Levegőben című interaktív hangos olvasói között. Szeretnéd megismerni a képeken ábrázolt dolgok neveit? Na! Érítsd ahhoz a képhez az elektronikus tollhegyét, amelyik érdekel. Oké. Traktor. Traki. Fa. Fa. Motoros. Motoros. Motorkerékpár.
Szalmabála. Szalmabála. Mhm. Hú, de jó. Megyünk nyaralni? Óceánjáró. Ó, óceánjáró. Vitorlás. Vitorlás. Szeretnél hangokat vagy párbeszédeket hallani? Oké. Okay. Érítsd a képekhez a tollat. Hú, de hangos volt. Csodaszépek a vitorlák. Ilyet otthon nem látok. Ez mennyire igaz? Nincsen nálunk hajókorlát. Csak fürdőkádban játszhatunk. Vigyázz, jön a busz! Imádom ezeket a könyveket. Annyira izgít. Lapozunk még egyet. Ez Csocsónak tetszene. Vonatok, azt szeretem. Szeretnél többet megtudni valamit? Persze. Érítsd ahhoz a képhez az elektronikus tollhegyét, amelyik érdekel. Oxi. A vonat egy sínpályán haladó közlekedési eszköz. Tudtam. Vannak utasokat szállító vonatok és tehervonatok is. Idáig stimmel? Ez egy nagyon keskeny út. Ezért a vezetőknek figyelniük kell minden az ellenkező irányból érkező járműre. Előfordulhat, hogy félre kell állniuk az út szélére, hogy elhaladhasson mellettük egy ezt másik nem autó. Tudtam. A sorompó vigyáz a közlekedő biztonságára ott, ahol a vasúti sín és az autóút találkozik. Sorompók hasznosak? Az ilyen kereszteződéseket vasúti átjáróknak hívják. Aha. Az autóknak mindig várakozniuk kell a leeresztett sorompók előtt, addig, amíg el nem megy a vonat. Hát még jó, hogy nem kell vagánykodni. Szupi! Na most nézzük meg ezt a nagyot. Mesés tanulás. Több mint 2800 szöveganyag és hang. Hú, az nagyon sok. És hozzá is kell egy albi. Ez a könyv majd készletben érkezik nem sokára. Ez már 3-7 éveseknek való. És itt a narrátorunk, Kurei László és Zsigmond Tamara. Na nézzünk is bele! Kapcsoljuk be! Köszöntünk a Mesés Tanulás című könyv. Szuper, jó helyen vagyunk! Ha tudni szeretnéd, hogyan működik ez a könyv, érintsd meg ismét a tollhegyével a bekapcsolási. Oké! Na, ismerkedjünk meg! Szeretnéd megismerni a képeken lévő szereplők és dolgok nevét? Hát igen! Érintsd a tollhegyét ahhoz a képhez, amelyik érdekel. Oké! Kukucska Manó. Kukucska Manó? Ő lesz a könyv főszereplője, aki egy mesevilágból érkezett hozzánk. Játékmacó. Játékmaci. Versenyautó. Ó. Versenyautó. Oké, két versenyautónk van. Sárga banán. Na akkor játszunk, itt többféle kvíz is van. Nézd meg alaposan az oldalképeit, és érintsd meg a tollhegyével a helyes választ. Oké. Keresd meg a törött színes ceruzát. Aha, szerintem ott van. Ó, az asztal alatt. Keresd meg a baba kabátjáról leszakadt gombot. Az ágy alatt. Nagyon jó. Keresd meg a természetes színű gyümölcsöt. Az asztalon. Nagyon jó. Keresd meg a zöld versenyautót. A földön. Nagyszerű. Keresd meg a furuját. Aha, ott van az ágyon. Kiváló. Minden válaszod helyes volt. Megpróbálhatod ezt a játékot újra, vagy választhatsz egy másikat. Na, lapozzunk egyet! Aha, itt van kérdőjel is. Az irányok ismerete létfontosságú a közlekedésben és a tájékozódásban. Az irányokat ismerve könnyebben megtalálsz dolgokat, vagy bátrabban igazítasz útba másokat. Nézzük meg a koronát. A cicák süteménye. Na, halljuk! Kukucska Manó éppen az udvar egyik sarkában pihent, amikor Alfi kutya is letelepedett melléje. Halkan beszélgetni kezdtek, és valahogyan szóba került, hogy ebben az udvarban mindig érdekes dolgok történtek az itt élő állatokkal. Alfi megkérdezte a Manót, hogy szeretne meghallgatni egy mesét, amit az ő nagypapája, Benji kutya mondott el neki akkor, amikor még kölyök volt. Oh. Kukucska igennel felelt,
Alfi pedig belekezdett a mesébe. Réges-régen, amikor még Benji kutya őrizte ezt az udvart, lakott itt egy Lili nevű macska. Lilinek az évek során rengeteg kis cicája született, de mindegyik más házakhoz költözött, így a macska idősebb korára egyedül maradt. Lili már nem is egerészett, csak hosszú sétákat tett az udvaron, vagy szunyókált a délutáni napfényben. És úgy általában látszott rajta, hogy unatkozik a kölykei nélkül. Egy napon azonban Benji észrevett egy furcsa jövevényt a kapu előtt ácsorogni. Egy halkan nyávogó, koszos kis szörgolyót látott, egy kóborcicát, akinek tele volt a bundája bogáncsokkal. Hú, ez tök jó volt! Hallgasd meg a kérdést, egy quiz. Majd válaszolj rá a könyv jobb oldalán lévő válaszmezőben a megfelelő képek megérintésében. Jó. Keresd meg azt az egeret, amelyik a kisliba után és a szamár előtt sétál. Ja, vissza! Itt van! Nagyszerű! Melyik állat fekszik a földön kukucska lábai előtt? Hol vagy? A kutyus. Nagyon jó! Melyik állat van az udvaron, a tehén és a disznó között? Aha, itt! A bárány. Nagyon jó! Mutasd meg azt a nyuszit, amelyik a fekete és a barna nyúl alatt lakik. Hűha! Ott! Kiváló! Minden válaszod helyes volt! Megpróbálhatod ezt a játékot újra, vagy választhatsz egy másikat. Nézzünk meg egy másik oldalt. A színházban. Szeretnél többet tudni valamiről? Érintsd ahhoz a képhez a tollhegyét, amelyik érdekel. De előbb ismerkedjünk meg a szereplőkkel. Nem tudom, hogyan keveredtem erre a furcsa helyre, amit az emberek színháznak hívnak. Azt hiszem, az itt a lényeg, hogy semmi sem igazi. Minden csak eljátszanak. Jaj, kukucska! A szülei elhozták Tomit ide, hogy együtt nézzenek meg egy mesét. A legtöbb királyokról szóló mesében egy udvari bolond is szerepel. Itt éppen Tomi barátja, Jani játsza ezt a furcsa, bohóc ruhás karaktert. Hát ez nálunk tuti csocsó lenne. Az udvari bolond csipkáján és cipőin csengetjük. Na nézzünk egy másik quiz. Hallgasd meg a kérdést, majd válaszolj rá a könyv jobb oldalán lévő válaszmezőben. A kukucska maguk feletti formák megérintésével. Milyen alakú a ruhatár bejárata felett lévő lámpa? Kerek. Milyen alakú a király kezében lévő országalma? Kerek. Milyen alakú a kék ruhás szolga kalapja? Háromszög. Nagyon jó! Milyen alakú a díszletre festett ablak? Négyzet. Milyen alakú a pénztárcából kiesett papírpénz? Téglalap. Kiváló! Minden válaszod helyes volt. Megpróbálhatod már ezt a játékot is, meg újra, formákat vagy is választhatsz egy másikat. Sőt, a színeket, meg a napszakokat is. És tök jók a témák. Fontos, hogy ismerd a tested részeit. Tudd mindegyikről, hogy mi a neve, és mikor működik egészségesen. Aha. Ha elmondod az orvosnál, hogy pontosan mi fáj, viszket vagy kényelmetlen, akkor könnyebben tud segíteni neked. Bárcsak a karbonlábnyomból is lenne ilyen könyv. A testrészek tulajdonképpen azok a szerszámok, amikkel megvalósítod mindazt, amit az agyad kitalál. Szóval nagyon is lényegesek. Szeretnéd megismerni a képeken lévő szereplők és dolgok nevét? Na-na! Érintsd a tollhegyét ahhoz a képhez, amelyik érdekel. Először mindig világosodjunk meg. Vizsgálóasztal. Törött kémcső. Ójaj, mi történhetett? Fú, hát ez nagyon szuper volt. Bármikor tanulnék Albival. Úgy szeretek ilyen játékosan tanulni. Itt sokkal könnyebb megjegyzi az ember a dolgokat. Na sziasztok! Ha tetszett a videó, lájkoljátok és iratkozzatok fel. És írjátok meg a közösségi fülön, hogy nektek melyik könyv tetszett a legjobban. A pápá! Kicsomicsoda! Kicsomicsoda? Kommenteljetek Instán a Kicsomicsodába!